Nézzük most meg ennek a 9x9-es méretű szumsudokúnak a megoldását. A szumsudokút hívják még, és talán ez az elterjedtebb elnevezés, killer, magyarul gyilkos sudokúnak is. Ennek a lényege az, hogy különböző méretű mezőkre vannak felbontva a sorok és az oszlopok, illetve a kis négyzetek, és ezeknek a mezőknek a bal felső sarkában is feltüntetnek egy-egy számot. Ez a szám, ez azt jelenti, hogy például ebbe a négy elemből álló mezőbe olyan számokat kell beírnunk, aminek az összege 17. Ebbe a három mezőbe pedig olyan számokat kell beírnunk, aminek az összege 13. És így tovább, és így tovább. Kezdjük is el akkor talán ennek a megfejtését, és kezdjük nyilvánvalóan a legegyszerűbb részeknél, ugyanis megvannak már adva szám szerint 4-en, ez a 9, ez a 3, ez a 8 és ez a 4 megoldási értékek, amelyek lényegesen lecsökkentik a megoldásoknak az elkezdésének a nehézségét. Na hát, kezdjük akkor ezzel a kettes mezővel itt. Két elemből áll ez a mező itt, amit látható. És ráadásul az egyik elem 9, és ide olyan számot kell beírnunk, tehát amit hozzáadva 9-hez 13-ot kell, hogy kapjunk. Hát ez nyilvánvalóan a 4 lesz. Van még itt ilyen kettes mező. Ebben a kettes mezőben az egyik szám a 3 már adott, ide olyan számot kell tehát beírnunk, amit a 3-hoz hozzáadni, vagy a 8-at kapunk. Ez pedig nyilvánvalóan az 5 lesz. Van még itt ilyen mezőnk. Itt van ez a kettes mezőnk itt. Ide olyan számot kell beírnunk, amit a 8-hoz hozzáadva 9-et kapunk. Ez tehát itt 1 lesz. Nézzük most ezt a kettes mezőt. Az egyik szám benne már 4, ezt már tudjuk, és olyan számot keresünk, amit 4-hez hozzáadva 5-öt kell, hogy kapjunk. Ez pedig nyilvánvalóan az 1 lesz. Na. Hát elejével akkor készen is volnánk. Hogyan haladhatunk tovább? Nézzük például ezt a két elemű mezőt. Ezt a 16-ot egyféleképpen tudom csak felbontani két szám összegére. Ugye a számoknak nyilván 1 és 9 közé kell ugyanis esniük. És ez a két szám, aminek az összege majd 16 lesz, ez nyilván a 7 és a 9 lehet csak. Ide is, meg ide is csak a 7-et vagy a 9-et írhatom be. Igen ám, de ide 9-et nem írhatok, mert ebben a sorban már van itt egy 9-esünk, tehát akkor ennek az értéknek itt 7-nek kell lennie. Ha ez itt 7, akkor viszont alá 9-et kell, hogy beírjunk. Próbáljunk még ilyesmi jellegű helyeket találni. Nézzük például ezt a négyzetet, ezt a 3x3-as négyzetet. Ennek a felső három mezőjében jött számnak olyanoknak kell lenniük, aminek az összege 13. Ebbe a négy elemű mezőbe pedig olyan számokat kell beírnunk, aminek az összege majd 17 lesz. Így aztán azt a 13-ot meg ezt a 17-et összeadom, akkor gyakorlatilag ebben a 3x3-as négyzetben összegeztem ennek és ennek a mezőnek a kivételével az összes értéket.
mivel tudjuk, hogy egy ilyen 3x3-as négyzetben kész Killer sudokuban olyan számok kerülnek, aminek az összege 1-től 9-ig, ami 45, ezért ennek a mezőnek és ennek a mezőnek olyan értékeket kell tartalmazniuk, aminek az összege majd 15 lesz. A 15-öt azt kétféleképpen lehet felírni. Két 1 és 9 közé eső szám összegeként, az egyik a 7 és a 8, a másik pedig a 6 és a 9. Hát ide, erre a helyre, ezek közül nyilvánvalóan beírhatom a 7-et, a 8-at nyilván nem, meg beírhatom a 6-ot. 9-et nyilván. Ha ez itt 7, akkor ide 8-at kell írnom. Ha ez itt 6, akkor pedig ide nyilvánvalóan 9-et kell írnom, hiszen így lesz majd az ő összegük 15. Igen ám, de ebben a sorban, mint látszik itt, már 9-est nem írhatok, tehát akkor ide erre a helyre már csak a 8-ast írhatom be. Ha pedig ez itt 8, akkor ide olyan számot kell írnunk, amit a 8-hoz adva 15-öt kapok, ez pedig nyilvánvalóan ebből a kettőből csak is a 7 lehet. Na most, hogyha ez itt 7, akkor pedig ez már csak egy lehet itt. Most nézzük meg ezt a 12-t itt, ebbe a mezőbe két elemet kell majd beírnunk. 12-t viszont háromféleképpen állíthatunk elő 1 és 9 közé eső szám összegeként. Az egyik a 3 és a 9, ezt nem írhatjuk be, mert a 9-es már itt van ebben a négyzetben, és hogyha ide a 3-at és a 9-et írnál, akkor ebben a négyzetben itt két darab 9-es volna. A másik lehetőségünk a 4 és a 8, azt sem írhatjuk be, ugyanezen ok miatt, hiszen akkor ebben a négyzetben itt ezzel együtt két darab 4-es lenne. Maradt tehát az 5 és a 7 lehetőség. Ide azonban, erre a helyre 5-öt nem írhatok, mert ebben a oszlopban már van itt egy 5-ösünk, vagyis akkor ennek itt 7-nek kell lennie, és akkor ide jön az 5-ös. És nézzük, ha már 5-ös itt van, ha itt tartunk az 5-nél, nézzük ezt a négyzetet itt. Ez miatt, az 5-ös miatt ebben a négyzetben sem ide nem írhatok már 5-öst. Ez miatt pedig sem ide. Maradt tehát ebben a négyzetben az 5-ösnek ez és ez a hely. Igen ám, de ide 5-öst nem írhatok, mert ha ide 5-öst írnék, akkor ide mellé olyan számot kéne írni, amit 5-höz hozzáadva 10-et kapok, ami nyilvánvalóan csak az 5 lehet. És ezt ugye több okból sem tehetjük meg. Az egyik az, hogy ha ide is 5-öt írnék, akkor ebben a sorban két darab 5-ös volna. Vagy ha függőlegesen nézzük, akkor ebben az oszlopban is két darab 5-ös volna. Így aztán, mivel ide 5-öst már nem írhatok, az 5-ösnek ebben a négyzetben itt már csak ez az egy hely maradt. Ha ez itt 5, akkor viszont ide mellé 3-as kell írnunk, hiszen 5 meg 3 lesz majd a 8. Na most kijött ez a 3-as érték, valamint tudjuk, hogy ennek a 4 mezőjének olyan számokat kell tartalmazni, aminek az összege 21, ennek a 3 mezőjének pedig olyan számokat kell tartalmaznia, aminek az összege 12. Tehát gyakorlatilag, ha összeadom a 21-et meg a 3-at, ami 24,
hozzáadom még ezt a 12-t, az 36, akkor ide olyan számot kell írnunk, amit a 36-hoz hozzáadva a 9-et kell, hogy kapjunk. 45-öt kell, hogy kapjunk, mert ebben a négyzetben a megoldás után majd olyan számoknak kell szerepelniük, aminek az összege 45. Így aztán ennek a mezőnek az értéke 9 kell, hogy legyen. Nézzük meg még egyszer, tehát 21, meg 9 az 30, meg itt van ez a 3, az 33, meg 12, az valóban 45, tehát tényleg ide 9-et kell akkor írnunk. És nézzük akkor meg a 9-est, ha már így ki van jelölve. És nézzük ezt a négyzetet itt fönt. Hova írhatok ebben a négyzetben 9-est? Hát ide biztos. Ebbe a két mezőbe biztos, hogy nem írhatok, ez miatt a 9-es miatt, ebbe a három mezőbe pedig ez miatt a 9-es miatt. Maradt tehát akkor ez és ez az érték, ez a helyi neki. Most a 28-at, 4 szám összegeként, én csak úgy tudom előállítani, hogy a 8 és a 9 mindenképpen benne kell, hogy legyen. Ha ugyanis például nem volna benne a 9, akkor a maradék, akkor ide olyan számokat kéne beírnunk, olyan 4 számot, minden 4-9 alatt van, vagyis már csak a legnagyobb értékek a 8, a 7, a 6 és az 5 lehet. Most 5 meg 6 az 11, meg 7 az 18, meg 8 az 26 lenne. A 8-asnak ugyanúgy benne kell lenni ebben a 4 elemet tartalmazó mezőben. Amit ugyanígy látunk, betegyük fel, hogy nincs benne a 8-as, akkor már csak a 9-es lehet benne, a 7-es, a 6-os és az 5-ös. 5 meg 6 az 11, meg 9, a végén az 20, meg 7 az 27, tehát sehogy sem jöhetne már ki a 28. Ez pedig pontosan azt jelenti akkor, hogy ebben a mezőben itt benne kell lenni a 9-esnek is, meg benne kell lenni a 8-asnak is. Igen, ám, de a 8-as ebben a mezőben itt nem lehet már semmit, 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 mert ebben az oszlopban már van itt egy 8-asunk, ami pedig azt jelenti akkor, hogy ebben a 4 elemi mezőben a 8-as az már csak is itt lehet sehol másott. Most nézzük meg, hogy hova kerülhet a 9-es. Az is lesz, ugye, mert nagyon megbeszéltük. Ide semmiképpen sem, mert ebben a sorban már van itt egy 9-esünk. Ide sem kerülhet a 9-es, mert ebben a sorban van már egy 9-esünk. Így aztán ebben a 4 elemet tartalmazó mezőben a 9-es már csak is itt lehet sehol másutt. És akkor ebből következik most már, hogyha a 9-es amúgy is ki van jelölve, ebben a négyzetben a 9-esnek ebben a legfelső sorban kell helyet foglalnia, valahol a három helyen, három hely valamelyikében, és akkor maradék két szám akkor olyan kell, hogy legyen, aminek az összege 4. Az pedig már nem lehet más, mint az 1 és a 3. Ide tehát ebbe a 3-as mezőbe csak az 1, a 3 és a 9 kerülhet. Mint ahogyan itt is 1, 3, 4 ugye, plusz 9, az 13.
ide a három nem került, mert ebben az oszlopban már van egy hármasunk, tehát ide már csak az egy és a kilenc kerülhet akkor. Nézzük meg ezt a négyzetet, hát hogy csak tudunk valami okos dolgot tudunk mondani róla. Hiszen tudjuk erről a négy mezőről, mert nem ismerik még, hogy mi van bennük, azonban biztos ebben olyan számok lesznek ebben a négy helyen, ezen a négy helyen, amiknek az összege 12 kell, hogy legyen. Ezen kívül ebben a 3x3-as négyzetben még benne van a 9, a 8 és a 7 is. Hogyha összeadom ezt a 12-t ezzel a 8-al, ami 20, hozzáadom még a 7-et, ami 27, és az hozzáadom a 9-et, ami 36, akkor ebben a négyzetben, mivel tudjuk, hogy az itt szereplő számoknak az összege 45 kell, hogy legyen, ezért ide és ide olyan számokat kell beírnunk, aminek az összege majd 9 lesz, hiszen annyi hiányzik még a 45-höz a 36-tól. Hát ez lehet az 1 és a 8, de az mégsem lehet, mert 8-as már van ebben az oszlopban. Lehet a 2 és a 7, az meg azért nem lehet, mert ebben a 7-ben már van 7-esünk. Lehet a 3 és a 6, az sem lehet, mert ebben az oszlopban már van egy 3-asunk. Tehát marad egyetlen egy lehetőségként a 4 és az 5. Tehát ide is, meg ide is csak a 4-et és az 5-öt írhatom. Igen ám, de ebben a sorban, mivel már van itt egy 4-esünk, ezért ide már csak az 5-öst írhatom. És akkor a felső helyre, ide 9-es fölé már csak a 4-es jött akkor. Az is világos, hogy mi fog ebbe a 4 mezőbe, mi kerülhet egyáltalán ebbe a 4 mezőbe. Hát mivel még ebben a 3x3-as négyzetben nincsen még 1-esünk és 2-esünk, valamint nincs még 3-asunk sem, ugye 4-es 5-ösünk az van, meg van még 7-8-9-esünk is, tehát ebbe a 4 mezőbe csak az 1, a 2, a 3 és a 6 kerül. Ide nem kerülhet 1-es, ez miatt. Ebbe a két mezőbe meg azért nem kerülhet 1-es, mert ebben a sorban már tudjuk, hogy az 1-es az vagy itt, vagy itt, vagy itt lesz majd. Tehát ebből a 4 mezőből kizártuk ezt a két mezőt, az 1-es szempontjából meg kizártuk ezt is. Így aztán ebbe a 4-es mezőbe az 1-est már csak ide írhatom alulra. És akkor marad a 2, a 3 és a 6. De ugyanúgy, mint ahogy az előbb az 1-est nem írhattuk ide föntre, a 3-as sem írhatjuk ide föntre, sem ide, mert ebben a sorban a 3-as az vagy itt lesz, sehol mások nem. Így aztán a 3-as ebben a 3x3-as négyzetben már csak ide kerülhet. És akkor ide, meg ide olyan számokat kell beírnunk, ami megmaradt, tehát a 2-est és a 6-ost. Ide is csak a 2-es és a 6-os kerülhet. Thank you.
akkor gyakorlatilag, hogyha megnézzük ezt az első sort itt, akkor gyakorlatilag erre a mezőre nem tudunk már semmit sem mondani. Az egyes az valahol itt lesz, a kettes az vagy itt lesz, a hármas az valahol vagy itt, a négyes az itt van már, az ötös is itt van már, a hatos az vagy itt lesz, itt van a hetes, a nyolcas hiányzik, mert a kilences az meg vagy ide kerülhet ebben a sorban. Ide tehát már csak is a nyolcas kerülhet, semmi más. Mi kerülhet ebbe a két mezőbe? Ide és ide. Eddig tudjuk, hogy megvan két elemünk ebből a négyből. Az egyik a négyes, a nyolcas a másik, ami 12. És akkor ide olyan számokat kell beírni, aminek az összege majd 8 lesz. Hát az nyilván nem lehet az 1 és a 7. Hiszen ebben a sorban már van egy egyesünk. Valamint nem lehet a 3 és az 5 sem, mert van már egy ötösünk ebben a kis négyzetben itt. Maradt tehát a 2 és a 6. Hát ide vagy 2-est, vagy 6-ost kell írnom, mint ahogyan ide is. Vagy 2-es, vagy 6-os. És most nézzük meg ezt a 3x3-as négyzetet itt. Megvan már benne az 1-es, a 2-es, és úgy látom a 3-as hiányzik, mert itt a 4, az 5, a 6 az vagy itt lesz, itt van a 7, itt van a 8, és itt van a 9-es. Valóban, tehát ennek itt 3-nak kell akkor lennie. Meg tudjuk mondani, hogy mi kerül majd ebbe a két mezőbe. Mi kerülhet egyáltalán ebbe a két mezőbe, hogyha végignézzük ezt a sort itt. Itt van benne már az 1-es, a 2-es az vagy itt lesz, a 3-as is itt van már. Nem látok viszont 4-est, meg 5-öst, mert a 6-os az itt van, itt van. A 7-es az itt van, a 8 és a 9 is itt van. Ide tehát már csak a 4-es és a 6-os kerülhet, mint ahogyan ide is csak a 4-es és a 6-os, nem 6-os, 4-es, 5-ös. 4-es, 5-ös, hiszen a 6-os, mint láttuk, az már itt van. 4-es és az 5-ös kerülhet csak ide is. Mi kerülhet ebből a két mezőbe? Ezt is borzasztó könnyen meg tudjuk mondani. Több lehetőségünk is van rá. Legegyszerűbb talán, hogyha ezt a harmadik sort végignézzük, hogy mik vannak már benne. Itt van már az 1-es, a 2-es nem látom. Hiányzik a... Itt van a 3-as, a 4-es, az 5-ös. És akkor nyilván a 2-es és a 6-os lesz. Mert itt van a 7, itt van a 8, és itt van a 9. Ide tehát 2 és 6 kerülhet. Mint ahogyan ide is csak a 2 és a 6 kerülhet. Most van itt egy olyan mezőnk, 4 elemből áll. Benne van már a 8, a 9 és az 5, és egyetlen egy mezőnek az értéke hiányzik. És ennek olyan számnak kell lenni, amit hozzáadva az 5-nek, a 8-nak és a 9-nek az összegéhez, ami ugye 98-17, meg 5 az 22, 28-at kell, hogy kapjunk. Ez tehát akkor csak is a 6 lehet.
meg tudnánk mondani, mi kerül ide majd, ebbe a mezőbe itt. Következőképpen gondolkozhatnánk, ezt konkrétan meg tudjuk mondani ugyanis. Kivonom ezt a 9-et a 25-ből, ami majd lesz 16, amit én most úgy jelölnék, hogy beírom ide az 1-est és a 6-ost. Ez persze nem 1-est és 6-ost jelent itt, hanem 16-ot jelent, mert 16 meg 9 lesz majd nekünk a 25. Ide olyan számokat kell beírni, aminek az összege 5. Valamint itt van még ez a 8, meg itt van még ez a 6, meg itt van még ez a 9 is. Úgyhogy én ezeket a számokat itt összeadom, hogy gyakorlatilag megkaptam a teljes négyzetet itt, ezt a 3x3-as négyzetet, leszámítva belőle ezt az egyetlen egy mezőt. Ez az egyik lehetőségünk. Én most igazán jobban ez a legszínpadabb, úgyhogy ne is gondolkodjunk most a többi lehetőségen, akkor számítsuk ki akkor, hogy mennyi ez. Ez mondja, hogy ez tehát itt 16 ez a 3 mezőbe írt szám volt. 16 meg 9 az 25, meg 6 az 31, meg 8 az 39, meg 5 az 44, és tudjuk, hogy ez a 3x3-as mezőbe olyan számok kerülnek, aminek az összege majd 45 lesz. Akkor nyilvánvaló, hogy ez hiányzik a 44-ből, hogy 45 legyen ez. Tehát itt 1 kell akkor, hogy legyen. Ebből már következik, és ezért volt szerencsés, hogy ezt kiszámoltuk, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi kerül akkor ebbe a két mezőbe, hiszen ide eleve két lehetőségünk van. Az egyik az 1 és a 4, ezt rögtön kizárjuk, mert ebben a 3x3-as négyzetben 1-esünk már van. Maradt tehát a másik lehetőségünk a 2 és a 3. Mivel ebben az oszlopban a kettes vagy itt lesz, ezért itt már semmiképpen nem lehet itt fönt. Ezért ennek itt 6-nak kell akkor lennie. Itt viszont akkor már nem lehet 6, itt mellette ez lesz itt akkor a kettesünk. Most van itt egy csak nem teljes kész oszlopunk. 2 darab szám hiányzik belőle összesen. Nézzük meg, hogy mi az. Itt van az 1-es, hiányzik a 2-es, itt a 3-os, 4-es, az 5-ös, a 6-os, akkor a 7-es hiányzik, mert itt van még a 8-as is, meg a 9-es is. Tehát innen is, meg innen is csak a 2 és a 7 hiányzik. Nézzük meg, hogy mi kerülhet ebbe a három mezőbe itt, amit legegyszerűbben ebből a 3x3-as négyzetből tudunk megnézni. Benne van már ebben a 3x3-as négyzetben az 1-es, a 2-es, a 3-as, viszont nincs benne a 4-es. Az 5-ös,
itt van a 6-os, valamint itt van még a 8-as és a 9-es, 9-es is, tehát akkor a 7-es hiányzik még innen. 4, 5, 7. Itt fönt ráadásul 5 már nem lehet, tehát innen már csak a 4-es vagy a 7-es jelenhet itt meg. Itt viszont még mindig megjelenhet a 4-es is, meg az 5-ös is, meg a 7-es is. És akkor ez az utolsó oszlop is csak nem készen van. Olyan szempontból tudjuk már, hogy milyen számok hova kerülhetnek. Ez a erről a kettőről nem tudunk még itt semmit. Itt van az 1, a 2, a 3, a 4 az itt lesz valahol, meg az 5 is itt lesz valahol, tehát hiányzik a 6, a 7 az itt lesz valahol, és akkor a másik, ami hiányzik, az pedig a 8, mert a 9-es már itt van. Az egyik szám, ami hiányzik, az a 8-as. A másik pedig a 6-os. Itt is csak a 4-es és a 6-os lehet. Hiányzik innen, erről a két helyről. Tudjuk, hogy ebből a 4 elemből itt már megvan 2, az egyik az 1, a másik a 3, tehát olyan számokat kell beírnunk, aminek összege majd úgy jön ki, hogy a 15-ből ki kell vonnunk a két meglévőnek az összegét, ami ugye 4, 15-ből 4 az 11. Az egyik lehetőség rá a 2 és a 9. A 3 és a 8 az kiesik, de marad még a 4 és a 7 lehetőség sajnos. Azért jöltem ki az egyest, mert hát, hogyha valahogy előre tudnánk az ő segítségével lépni, ugyanis ebben a négyzetben nyilvánvalóan az egyest nem írhatjuk az alsó sorba ez miatt, a középső sorba sem írhatom ez miatt, tehát akkor ebben a négyzetben az egyes már csak ide vagy ide kerülhet. Az a baj, hogy ez nem segít rajtunk még semmit, tehát. Nézzük csak ezt a tizet, azt mondja, ez a tízes nem lehet már 1 és 9 mondjuk ez miatt. Nem lehet 4 és 6 sem, ez miatt a 4-es.
mi lehet akkor? 2, 8 és 3, 7. Hát a sajnos mind a kettő lehet. Ezzel nem igazán tudunk akkor előre lépni. Nézzük ezt a 3x3-os négyzetet, tudjuk tehát, hogy már ebben a 4-es mezőben megvan az 1 és a 3, ami ugye 4-et jelent idáig, és 4-től 15-ig 11 kerül. Tehát akkor ide, meg az alatta levő mezőbe olyan számot kell beírni, csak nem engedi, mert még egyszer megnyom, nem tudom visszelőlni. 11-et kell, hogy kapjak. Ezt hozzáadva ezt az 1-et, ez 12. Hozzáadva ezt a 3 mezőt, ami 21. Az 33. Hozzáadva még ezt az 5-öt, az 38. Tehát ide és ide olyan számot kell beírnom, aminek az összege az 7, mert 38-tól 7 hiányzik a 45-höz, hiszen egy ilyen 3x3-os négyzetben szereplő számok összege majd 45 lesz. Hát a hetet azt kétféleképpen tudjuk felírni, illetve háromféleképpen pontosabban. Az egyik az 1 és a 6, az kizárt, ez miatt az 1-es miatt. A másik a 2 és az 5, az meg ez miatt az 5-ös miatt zár ki, tehát marad a 3 és a 4. Ide és alá is csak a 3-at és a 4-et írhatom. Azért volt nekünk jó, mert ha most aktiválom a 3-ast, akkor most már szépen látszik, hogy ebben a négyzetben a 3-as már nem lehet itt, ebben a 3 mezőben sehol sem. Hiszen ebben az oszlopban a 3-as már itt, vagy itt lehet csak sehol másutt. Nem lehet a szélső oszlopban sem itt, vagyis a 3-as ebben a négyzetben már csak itt, vagy itt lehet. Itt azonban nem lehet 3-as, mert hogyha ez 3-as volna, akkor a másik 3 szám összegének 28-ból 3, vagyis 25-nek kéne lennie, és ilyet, mivel tudjuk, hogy a legnagyobb összeg, ami kijöhet 1 és 9 közé eső szám összegeként, és a különböző számok összegeként az a 24 lehet. Ez pedig pontosan azt jelenti akkor, hogy ide nem írhatok 3-ast, hanem csak ide írhatom a 3-ast. Ha viszont ez itt 3-as, akkor mellé mindenképpen 7-est kell írnunk. És ez azért volt jó nekünk, mert most már tudjuk, hogy ebbe a 4-es mezőbe itt nem írhatok 7-est sehova sem. Viszont azt is tudjuk, ahogy láttuk az előbb, hogy a 28 négy mező esetén mindenképpen bele kell írnom a 8-est és a 9-est. Ami mellé két másik számot írhatok, az egyik az 5 és a 6, a másik pedig a 4 és a 7. A 4 és a 7 tehát kiesik, hiszen itt nem szerepelt a 7 sehol sem. Tehát marad az 5, 6, valamint a 8-9 lehetőség ebbe a 4-es mezőbe. Igen, ám, de 5-ös nem lehet semmit, valamint itt sem, hiszen ebben a négyzetben már van egy 5-ösünk. Így aztán az 5-ös ebben a 4 hosszúságú alakzatban az már csak itt lehet. És akkor
marad hozzá erre a három mezőre a 6, a 8 és a 9. Igen ám, 9-et be sem írom, mert ebben az oszlopban már van 9-es. Itt fönt. Tehát akkor a 9-es az már csak itt lehet. Így aztán ide is már csak 6 vagy 8 kerülhet. Most meg tudom mondani, mi kerül majd ide, ebbe a mezőbe itt, hiszen ebben az oszlopban már minden mezőről tudunk valamit mondani, ráadásul elég egyértelműen is, hiszen az egyes itt van, ez biztos, a hármas vagy itt, a négyes vagy itt, az ötös az itt van, a hatos meg vagy itt, a hetes itt van, a nyolcas vagy itt van, a kilences pedig itt van, és akkor a kettes, az az egyetlen szám, amit nem soroltunk föl, tehát ennek itt kettesnek kell akkor lennie. Ebből persze most már akkor következik, hogy a kettes kijött, ez már nem lehet itt kettes, csak hetes. Ha pedig ez itt 7, akkor itt már lent alatta már nem lehet 7, tehát ez itt kettes lesz. Ha már a kettes ki van jelölve, és ránézünk most erre a négyzetre itt, erre a 3x3-as négyzetre, akkor azonnal látszik, hogy sem a felső sorába nem illatok kettes, sem az alsó sorába. Magyarán csak a középső sorba illatok kettest. Igen, nem, de ide, meg ide nem illatok kettest, mert hogyha ide kettest írnék valamelyik mezőbe, akkor a másik három maradék mezőnek, itt ebben a négy hosszúságú mezőben olyannak kéne lenni, aminek az összege 26. És azt már sokszor láttuk, hogy három különböző 1 és 9 közé eső természetes szám összege maximum 24 lehet. Tehát akkor a kettes ebben a négyzetben már csak ide kerülhet sehol más. Éppen az oszlopban, ha már a kettesnél tartunk, itt nem lehet kettes ebben a három mezőben sehol sem, mert hogyha itt valamelyikben kettes volna, akkor a másik kettő mezőben olyan két számot kéne írni, aminek az összege 19 lenne. Mert ugye 1 és 9 közé eső számok közül kettőt, ha összedök, akkor a legnagyobb számot kaphatok, az a 17, a konkrétan a 8-at és a 9-et adnám össze. Vagyis akkor ebben a négyzetben a kettes már csak ide vagy ide kerülhet. És ez nekem nagyon jó. Közben kitörlöm ezt az előbbi 11-nek szánt, ám 1-esnek sikerült számot, az 1-et. Tehát a kettes az vagy itt lesz, vagy itt lesz. Na most, hogyha hozzáállom el az 1-hez és a 3-hoz, a vagy ide kerülő kettest, akkor kapok 6-ost, és akkor látszik, hogy a kettes mellé még a 9-es kell ide tegyem. Igen ám, de ide föntre nem tettek 9-est, hiszen ebben a sorban már van egy 9-esünk, tehát akkor ide már csak a 2-es kerülhet, és akkor a 9-es ide alulra fog majd kerülni. Ez a 2-es, hogy kijött, ebben az oszlopban biztosítja azt, hogy itt fölötte, a 3-as fölött már nem lehet 2-es, csak is a 6-os. Ha ez itt 6-os, akkor mellette itt már nem lehet 6-os, csak is 2-es. És akkor meg tudjuk mondani, milyen számok fognak kerülni ebbe a három mezőbe, többféleképpen is. Például, ha az oszlopot tekintjük, vagy tekinthetjük ezt a négyzetet is, ezt a 3x3-as négyzetet. Tekintsük például a négyzetet, itt van az 1, a 2 már benne, itt van a 3, a 4, valamint itt van az 5 is, és itt van a 9 is. Tehát akkor hiányzik a 6,
7, és a 8. Gyors ellenőrzésként, hogyha ezeket a számokat összeadom, akkor valóban 21-et kapok. Az is látszik, hogy föntre ide nem kerülhet már a 6, hiszen ebben a sorban már van egy 6-osunk. Ide meg 8-as nem került, mert ebben a sorban már van egy 8-asunk, itt van. Tehát ide már csak a 6 és a 7 kerülhet akkor. Kijött ez a 2-es, meg tudjuk azt, hogy fölötte itt 3-as és 4-es lehet ebbe a két műjükbe. Azt nem tudjuk, hogy milyen sorrendben. De ez biztos, hogy ez a két mező valamilyen sorrendben 3 és 4 lesz, ami ugye 7-et ér hozzáadva, azt a 9-et, az 9-et, 2-t, ír meg 2, az 9, ezért mondtam ezelőtt 9-et, tehát ez 9, ez a 3 érték, és 9-től 15-ig 6 kell, ennek itt muszáj 6-nak lennie akkor. És most nézzük megint csak meg ezt a 28-as mezőt itt, 4 elemből álló 28 értékű mezőt. Azt állítom, hogy ide 5-öst nem írhatok be egyáltalán, hiszen ebben az oszlopban nyilván nem jöttem semmi, de ez miatt, ide pedig megint csak ez miatt nem írhatok 5-öst. Vagyis ezt a 28-ot már nem oszthatom fel úgy, hogy 5, 6, 8, 9 maradt, tehát a másik lehetőségünk a 4, 7, 8, 9. 7 viszont nem lehet már semmit, ez miatt, a 7-es miatt, így aztán a 7-es már csak ide kerülhet. És akkor ide marad a 4, a 8 és a 9. Mondjuk ide 9-et nem is írhatok, mert ebben a sorban már van egy 9-esünk. Maradt tehát csak a 4 és a 8. Ugyanúgy, mint ahogyan ide sem írhatok 9-est, ez miatt a 9-es miatt, maradt tehát ide is a 4 és a 8. Tehát a 9-esnek muszáj akkor ide jöjjön. Ez persze azt is jelenti, hogy fölötte itt, 7-es fölött már nem lehet 9-es. Így aztán ide már csak az 1-et írtam, semmi mást. Ez a 6-os biztosítja azt, hogy itt már nem lehet 6-os fölötte. Maradt tehát a 2-es, mint lehetőség. Kijött ez a 2-es, most már akkor itt nem lehet 2-es, csak 6-os. Kell alakulni a dolog azért. És akkor most, hogyha már 6-os van kijelölve, akkor nézzük most ezt a 3x3-os négyzetet. Ide és ide nem írhatok 6-ost, ez miatt a 6-os miatt. Ide ugye már láttuk, hogy egyáltalán nem írhatok 6-ost, ide csak a 4 és a 8 írható. Maradt tehát a 6-osnak ebben a négyzetben ez és ez a hely. És akkor most egy olyan gondolatmenet a alkalmazásra, amit szintén sokszor szoktunk alkalmazni, alulról ki fogjuk zárni a 6-ost, tehát ide nem írhatok 6-ost. Ez pedig a következő ok miatt van.
Ha ezt a négyzetet nézzük, akkor ebben a négyzetben a hatos csak itt vagy itt lehet. Ebben a négyzetben pedig itt vagy itt lehet. Na most, hogyha a hatos ebben a négyzetben itt van, akkor itt már nem lehet, és akkor ebben a négyzetben csak lent lehet a hatos. Ha pedig itt van lent a hatos, akkor itt már lent nem lehet a hatos, és akkor itt van fönt a hatos. Ez pedig azt jelenti akkor, hogy a hatos ebben az utolsó sorban már csak itt, vagy itt lehet. Ebből persze következik akkor, hogy itt már nem, de hát akkor ebben az oszlopban a hatos már csak itt lehet. Viszont, hogy kijött ez a hatos, akkor tudjuk, hogy hozzáadva ezt a kettőt, az 8 lesz. Akkor tudjuk, hogy ennek a két mezőnek az értéke olyan kell, hogy legyen, ami nek az összege úgy jön ki, hogy a 18-ból levonom ennek a kettőnek és a 6-nak összegét, és a 8-at, tehát ide olyan számokat kell beírni ebbe a két mezőbe, aminek az összege majd 10 lesz. Hát ilyen lehet, hogy 1-9. A 2-8 kiesik. Kiesik a 3-7 is, ez miatt a 7-es miatt, a 2-8 az miatt esett ki, 3-7 miatt a 7-es miatt esett ki. Kiesik a 4-6 is. Hát akkor több lehetőség nincsen. Ez a két szám, itt csak az 1 és a 9 lehet akkor. Így jön ki, igen, és így jön ki, csak is a 10, sehogy másképp. Megnézzük ezt a négyzetet itt. Látszik most már rajta, hogy egyes az vagy ide kerül, a kettes ugye itt van. És ha jól látom, a hármas nem látom sehol sem, mert a négyes az vagy itt lesz, az ötös az itt van, a hatos az itt van, a hetes itt van, a nyolc vagy itt lesz, a kilences pedig vagy itt lesz. Így aztán ebben a négyzetben a hármas már csak itt lehet sehol másutt. És 3-tól 8-ig itt ebben a két kettő hosszúságú mezőben 5-öt kell lakni, de 5-öt kell beírni. Na most, hogyha ez itt 5-ös, akkor itt fölötte már nem lehet 5-ös, csak 4-es. Ha ez itt 4-es, akkor itt már nem lehet 4-es mellette, csak 5-ös. Valamint, hogy kijött az 1-es, most már pótlom ezt a előbb elmaradt dolgot is, de nem lehet itt 1-es, vagy ez sem lehet itt 1-es. Igen, nem? Most ezt megcsináltuk, látszik, hogy ebben a oszlopban már van egy 3-osunk, itt lent. Tehát akkor ez itt már nem lehet 3-os. Csak 9. Ennek a 9-nek a kivetele miatt itt már nem lehet 9, csak 3. Most már egy dolog, mindenki a dolog. Akkor most nézzük itt ezt a 9-est itt fönt, ugyanis ez miatt itt lent, meg alul a 7-es alatt már nem lehet 9-es. Hiszen ebben a stopban csak egy darab 9-es szerepelhet, így aztán ez már csak egy lehet. Ez miatt az 1-es miatt lehet 1-es, csak is 9-es. És akkor gyakorlatilag az összes 9-esünk meg is van. A 9-es többet nem tudunk beírni. Valamint ezt az oszlopot figyelve, amit azért teszünk, mert ebből már csak két szám hiányzik, megkérdezzük, hogy miért a két szám, ami innen hiányzik ebből az oszlopból, ebből a második oszlopból, itt van benne az 1,
Látom, a kettes, és akkor nyilvánvalóan a másik számnak a nyolcasnak kell lenni, hiszen a kettőnek az összege lesz majd 10. Itt is, meg itt is csak a kettes és a nyolcas lehet. Igen, ám, de föl nem lehet kettes, mert ebben a sorban már van egy kettesünk, így aztán ez már csak 8 lehet itt. És akkor ide jön a kettes. Ha már a kettes ki van jelölve, akkor látszik, hogy ebben a sorban, mivel ez a kettes már kijött, itt már nem lehet kettes az ötös mellett. Mert nem lehet az ötös mellett. Hát ennek itt hármasnak kell akkor lennie. Ha pedig ez három, akkor alatta már nem lehet három, csak is kettes. És akkor ezzel az összes kettesünk is kijött. És most visszatérve a 3-asra, ez miatt a 3-as miatt vele egy sorban már nem lehet itt 3-as, maradt tehát ide egyedül a 4-esnek a lehetősége, ez miatt a 4-es miatt pedig itt sem lehet már 4-es, csak 3-as. Akkor ezzel az összes hármasunk is megvan. Na nézzük akkor a négyeseket még egyszer. Hát azok a családok úgy látom, nem fogjuk tudni legalábbis egyelőre még elhelyezni. Viszont ennek a négyesnek a segítségével itt látszik most már, hogy itt nem lehet négyes. Csak nyolcas. Ez miatt a nyolcas miatt pedig látszik, hogy itt alatta, mivel nem lehet már nyolcas, csak is négyes. Négyesnél maradjunk még, mert mivel ebben a 3x3-as négyzetben a négyes már csak itt nem is lehet, hogy ez miatt a négyes miatt, tehát a négyes csak itt, vagy itt lehet, ezért itt alul ez már semmiképpen sem lehet négyes. Így aztán ennek itt 6-nak kell akkor lennie, és akkor innen már meg tudjuk mondani például, kezd most már nagyon könnyűvé válni a dolog, mert nagyon sok oldalon haladhatunk most már tovább. Például itt, ebben a három hosszúság mezőben, ez miatt a 6-os miatt, meg ez miatt a 2-es miatt, ami ugye 8, 8-tól 12-ig 4 kell, ez tehát 4 kell akkor. De ha már a 6-os ki van jelölve, akkor az is látszik, hogy itt már nem lehet 6-os, csak 8-as. És akkor visszatérve erre a mezőre, ennek itt 4-nek kell lennie. Ha viszont ez itt 8-as, akkor itt fölötte már csak 6 lehet. Ez miatt a 6-os miatt, meg ez miatt a 6-os miatt sem. Itt már nem lehet 6-os. Csak 8-as. Ebből a sorból most már csak egyetlen egy szám hiányzik. Például itt tudunk tovább haladni. Az pedig, ha jól látom, az pontosan az 1-es lesz. Vegyük ez 1-est, és valóban látszik, hogy ebből a 3x3-as négyzetből még hiányzik az 1-es, itt azonban nem lehet, ez miatt. Tehát akkor az 1-esnek ebben a négyzetben már csak ez az egy hely maradt, semmi más. Innen is hiányzik még ebből az oszlopból az 1-es. Csak ide, vagy ide írhatom az 1-est, alulra nem írhatok 1-est ez miatt. Középre nem illetok egyest, ez miatt így aztán ebben az oszlopban az 1-es már csak ide kerülhet sehol máshol. És akkor, ha jól látom, az összes 1-esünk is megvan. És
Nézhetjük például ezt az elemet most már itt, ezt most már nagyon sokféleképpen kiszámolhatjuk, akár négyféleképpen is. Az egyik lehetőségünk a sor, a másik lehetőségünk az oszlop, a harmadik lehetőségünk az a 3x3-as négyzet, a negyedik lehetőségünk pedig ez a furcsa alakzat. Nem maradjunk talán ennél az utolsónál, ez az 1 meg 8 az 9, meg 7 az 16, 21-ig pedig nyilvánvalóan 5 kell ide. De most látszik még, hogy hiányzik az 5-ös ebből a négyzetből itt. Fönt ugye már meg is jelöltük, hogy nem lehet már 5-ös, tehát gyakorlatilag itt már csak az 5, ide meg ide jöhet sehova máshova. Alulra azonban nem jelent ötös, ez miatt az ötös miatt, hiszen ebben a sorban már van egy ötösünk. Ami persze azt jelenti akkor, hogy ebben a négyzetben az ötös már csak itt lehet sehol másod. És akkor ezzel az összes ötösünk is megvan, nézzük a hatosokat akkor. Na, a hatosok még nincsenek meg teljesen. Ebből a négyzetből, ebből a 3x3-as négyzetből hiányzik még hatosunk. Fönt ugye nem lehet ez miatt, középen ez miatt. De hát akkor ebben a négyzetben a hatos már egyedül csak itt lehet sehol máshol. Ezzel az összes hatosunk is megvan. Nézzük a heteseket. A hetes ebben a négyzetben már csak ide vagy ide jöhet. Tehát a két alsó mezőben, itt pedig a két felső mezőben, itt pedig alulra vagy felülre. Kijött tehát az a lehetőség, ami a legrosszabb a számunkra. A hetes még ez alapján nem tudjuk elhelyezni. Nézzük akkor a 8-asokat. Hát ezt a négyzetet, ha figyeljük, akkor itt nem lehet már 8-as, ez miatt a 8-as miatt, így aztán ide már csak is a 7-est írhatom. Ez miatt a 7-es miatt pedig itt alatta nem lehet már 7-es, csak is 8-as. Ezen most már megvannak a 8-asok is, térjünk vissza akkor a 7-esekre. Ez miatt a most kijött 7-es miatt nem lehet már 7-es itt. Vele egy sorban ugyanis már több 7-es nem lehet. Maradt tehát ide a 4-es lehetőség, ez miatt a 4-es miatt pedig itt nem lehet már 4-es. Maradt tehát ide a 7-es. És akkor most ide térve vissza, alul most már nem lehet 7-es, a most kijött 7-es miatt, így aztán a 7-es ebben a négyzetben már csak itt lehet sehol másút. És ez itt valószínűleg 4-es lesz, nézzük azért meg, hogy 4-es itt van, aktiváljuk, és valóban látszik, hogy ebben a négyzetben nincs még 4-esünk, tehát akkor ennek itt 4-esnek kell lenni. És akkor ezt az egyszerű killásodokot meg is hallottuk, ennek a megoldása tehát így néz ki. Ennek az ellenőrzéséhez tulajdonképpen jó a megoldásunk. Végig kell nézni a sorokat, hogy valóban ne az 1-től 9-ig szerepelnek benne a természetes számok az összes sorban, mind a 9-ben. Végig kell néznünk az oszlopokat, 1-től 9-ig mindet, valóban minden egyes oszlopban tényleg az 1 és a 9 közé eső számok szerepelnek-e. Meg kell néznünk a 3x3-as kis négyzetet, mind a 9 darabot, hogy valóban-e minden egyes kis négyzetben szerepel az összes szám 1-től 9-ig, valamint ellenőriznünk kell még ezeket a furcsa alakzatokat is,
nevezetesen, hogy a bennük lévő számok összege megegyezik-e ennek az alakzatnak a bal felső sarkában szereplő számmal. Tehát mind hozzá tartozik ahhoz, hogy a killer sudoku helyesen legyen kitöltve.